Sziasztok, a mai nap egy nagyon finom, ropogós külsejű, puha belsejű, kemencés oldalas fogok nektek elkészíteni, nem is akármilyen körettel, méghozzá ebbe a mobil kemencébe, melyet most rögzítettem ide szépen a paripára, és lemegyek vele a vízpartra. Na, gyere kicsikém, elviszlek egy kicsit kirándulni! Szóval itt vagyunk a Maros partján, és elkészítem, ez egy gyönyörű szép oldalas. Oldalas szerintem kemencébe már mindenki sütött, viszont ez egy olyan ízesítés, olyan fűszerezés lesz, és egy olyan technika, amit szerintem nem sokan alkalmaztatok még. Na, első és legfontosabb az, hogy a tüzet rakjuk meg. Jó? Akkor ez a kis nyílás, berakjuk szép száraz fákat, fahasábokat, és fölfűtjük a kemencét, 2, azaz 200 fokra. A hús ízét összesen csak 4 dolog adja. Az egyik 2 evőkanál só. A másik 1 nagy evőkanál 5 fűszerkeverék. Ha a mennyiséget nézzük, akkor 2 evőkanál sóhoz 1 pupozott evőkanál ilyen 5 fűszerkeveréket kell raknunk. Amit még használok hozzá, az egy kis frissen őrölt bors, abból is kb. 1 táskanálnyi mennyiség. És hogyha a hús mennyiségét nézzük, az ugye most 3 kg, ebben van némi csont is. Szóval, egy kis fahéj darabbal elkeverem ezt a keveréket, és így egyébként máskor is használatos, nagyon finom fűszersót kapunk. Ezt követően veszünk egy rácsot, és így helyezzük be aztán majd a kemencébe. A lényege ennek a technikának az, hogy a rácson fölül sül a hús, az alsóbb szinten pedig sül majd meg a köret abban az ízes szagban, ami kiolvad a húsból. Á, isteni! Ide készítettem egy kis burgonyát, amit megtisztítás nélkül, természetesen megmostam, belhelyezem így az edénybe. Így. Rakok hozzá, vagy teszek hozzá még félbevágott óriás édes burgonyát. Ha nincsen óriás, akkor jó lesz, ha nem óriás is. Az a lényeg, hogy félbe, vagy ilyen nagyoknál, ilyen vastagabb szeletekre vágjuk föl. Mondjuk vágjuk 3-ba. Így. Jöhet egy kis hagymapucolás. Ez a makói hagymára is igaz, hogyha vízpart mentén pucoljuk, nem csíp. A hagymákat szintén ide a tepsibe elhelyezzük, így vegyesen, jusson mindenhova. 2 darab fahéjat még ide beleteszünk, így. Egy kis csillagánist, ugyanis ezzel ízesítjük meg majd a szaftot, ami a hús sülése közben ugye lecsöpög ide. Ezért nem teszünk bele olajat, csak körülbelül egy olyan 3 deciliternyi vizet. Öntsünk a krumplira is, meg mind a két fajta krumplira és a hagymára is, hogy ahogy a kemencébe tesszük, ne égjen meg, hanem egyből kezdjen el párologni. Egy kis só erre is. Így. Ebből a ízesített sóból betoljuk. És akkor ide fölülre fogom elhelyezni a húst. Nézzék. Gyönyörű. Na, és ahogy sül, szépen a húsról lecsöpög majd a zsiradék, és rácsöpög a zöldségekre, és nem csak mártás készül el, hanem megpúr a zöldség is. Két és fél óra múlva jöhet is a húsnak a kivétele, hiszen el is készült. A zöldségekről annyit, hogy miután megpirult, én kivettem, és egy jó 2 óra múlva, csak egy fél órára raktam még vissza. Ah, de szép! Hát ezt nézzétek meg! Oh. És ott az a szaft, amiről beszéltem. Gyönyörű. Így. Gyertek, kicsikém! Ez az. Így. Ezt eldobom. Igen. És akkor jöhet a hús. Hát most ezt nézzétek meg. Szója szósz. Hoztam ide egy jó fél deciliternyi mennyiséget, ezt beleöntöm a kanálba, így, és akkor elkezdjük szépen így meglocsolgatni vele. Így. Jutott ide is bőven szója. Azt tanácsolom, hogy merítsétek meg akkor ezzel az ízes lével, és még locsoljátok meg. Vaj, puha. Ezt nézzétek. Oh. Na hát, ennyi gyerekek. Egyszerűen. Ezt még a szomszéd is meg fogja irigyelni.
ropogós külső, szaftos belső, és ez mind annak az eredménye, hogy magának a kemencének ilyen jó a hő elosztása, és azt a párát, amit a zöldségekből ugye kinyertünk, azt a hús magába tudta szívni, illetve a puhulására tudtuk használni. Nézzétek, a finom makói hagyma is csak úgy mosolyog itt mellette. Ez a köret, és akkor ugye volt még egy kis burgonya. Nézzétek az édes krumpli is, mennyire lágy, vajas és krémes. És a végére egy kis kóstolás, és hogy ne én mondjam, hogy finom, meghívtam ide Mihályt, ugye szeretnélek kérni arra, hogy gyere ide, légy szíves, és akkor kóstold meg ezt a kis falatkát, amit kimondottan neked állítok itt erre össze. Alul van akkor egy kis tök, illetve bocsánat, sült édesburgonya, rajta van ez a kiváló hús, és akkor egy kis szójás nedű. Hát íme a tuti falat. A hagyma az meg már csak ráadás. És ezt a receptet bárki, bárhol, otthon is kipróbálhatja. Kertben, földön, vizen és levegőben. Mihály? Akkor én mondom, hogy finom. Köszönöm szépen, tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!